Molnár Tamás Aliasz Papesz három olimpiai bajnoki címmel, egy VB aranyal és két EB elsőséggel a zsebében vonult vissza az idén a vízilabdázástól, de nem távolodott el a sportáktól. Két éve beválasztották a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségébe, ettől a szezontól kezdve pedig már a Tiszavirág Szeged Diapóló ügyvezetője és szakmai igazgatója lett. Ő a vendégünk, a átalakuló csapat menedzseléséről, akkor megnézzük, milyen tendők vannak. Szia, jó reggelt kívánok! Ez egy abszolút tervezett átülés volt, tehát hogy ki a medencéből be az irodába. Nyilván benne volt a tervek között. Most azt mondhatom, hogy örülök, hogy így alakult. Remélem, hogy hasonló sikereket fogok elérni, mint a medencében is tettem. Ez a nagy kérdés, hogy most mit vettél igazából át, mert egy bajnok esélyes és többször is kupagyőztes csapatban pólóztál évekig Szegeden, és hát most nem tudom, egy feltörekvő középcsapatnál lettél klubvezető? Úgy apostrofálnám, hogy remélem, hogy egy feltörekvő felső középcsapatnál. csapatnál kialakult helyzet után, amiről tavaly is beszéltünk, vagy pontosabban tavasszal is beszéltünk, nyilván át kellett alakítani az egész klubnak a finanszírozását. Én úgy érzem, hogy e tekintetben nagyon jó úton vagyunk sikerült -e egy olyan csapatot összerakni, ahol a fiatal és a tapasztalt játékosok úgy érzem, hogy <coughs> megfelelő minőségű keveréke alakult ki, nagyon jó fiatal játékosokat hoztuk, sikerült megtartani a csapat gerincét, és én optimista vagyok, és azt hiszem, hogy a négy bejutás és esetleg az éremért küzdés az nem irreális cél. Uh -huh. Hát akkor ez azért ambíciózus terv. Ugye minden a szponzorokon múlik, és erre tettél utalást, ugye a tiétek elhagyta a várost, és az OSC-hez ment egy szuper csapatot építeni. Ebben az akkori távozásban a szegedi városvezetés az ludas volt? Igazából nem hiszem, hogy nekünk ezzel foglalkozni kellene, nyilván hallott az ember sok mindent. Ö, minket csak az érintett, hogy a csapatot a szezon közben elhagyta. Mi ö, februárban is mondtam, hogy ez lehet, hogy a mi szempontunkból szerencsés is volt. Volt időnk májusig, júniusig felkészülni a váltásra a következő szezonra. Azt hiszem ezt a három hónapos periódust megfelelően átvészeltük. A bajnokságban harmadikok lettünk, és sikerült egy olyan csapatot indítani az idei bajnokságba, ami a szegedi vízlabda tradícióihoz mértó. Tehát nem az, hogy egyszer csak úgy zutty, így összezuhant a dolog. Mert persze azért vannak új támogatók, hát szép hosszú már megint a csapat nevez a Tiszavirág Szeged Diapóló. Ezekhez az érkező szponzorokhoz már neked is van közöd? Ö, a a Tiszavirág az 13 évvel ezelőtt már támogatta a csapatot, akkor még trafik néven, és itt sajnos a dohányzás miatti reklámtörvénynek köszönhetően nyilván ki kellett szállni a, szponzorációs körből, de idén indítottak el egy szállodát, kávézót, éttermet, és ennek a vonalon tudtak újra beszállni, aminek nyilván nagyon örülünk. És nem lesz tiszavirág életű, remény. Reméljük. Remély, a diapóló már tavaly is a, a bajnokság rájátszásában népszponzora volt a csapatnak, tehát maradt, tehát azt hiszem, hogy újak, de nem igazán újak. Azt mondd hogy mit jelent az a úgynevezett hosszabb távon fenntartható klubmodell, amit most neked a következő, hát akkor egyszerűen több éves programodban, években meg kellene valósítanod Szegeden. Honnan, hova és mit kell akkor felépíteni? Hát először is egy feladatúszodát kellene Szegeden felépíteni. Ez van a következő kérdésem, igen. Nyilván ez nem elsősorban a klubnak a feladata, de nyilván a klubnak is ebben együtt kell működni. Úgy, úgy, gondolom, hogy a szegedi sport nézve a rivális csapatokkal, a nagyobb városokat, megérdemel egy fedett úszodát. És szerinted hamarabb lesz egy rendes nemzetközi úszodája ennek a városnak, mint mondjuk egy új futballstadionja? Én azt hiszem, hogy a városokat is nézve, a futball, futballstadion is ráfér a Szeged városára. Én azt hiszem, hogy mind a kettő tervben van, és remélem, hogy egy-két év múlva, amikor itt ülünk újra, akkor már arról beszélünk, hogy milyen gyönyörű létesítményeink vannak. Na, tehát akkor ez az egyik sarkalatos pontja ennek a hosszabb távú fejlődésnek, új hogy legyen egy rendes új nemzetközi aztán nézzük a többieket. Ö, én azt mondom, hogy egy olyan több lábon álló modellt ö, kell felépíteni, ahol <coughs> én azt mondom, hogy egy észszerű költségvetéssel elsősorban ö, szegedi nevelés, és remélem, hogy a következő három-öt évben fognak olyan fiatal játékosok kikerülni a szegedi utánportlásból, akikre méltán lehet majd számítani, mint például a mi időnkben, amikor a, most az utánpótlás klub vezetője, például Mód Péter Kiscsab, aki Európa bajnok, a Fodor Rajmi személyem, tehát azt hiszem, hogy olyan fiatalok kerültek ki, akik a válogatott szintet is el tudták érni, ezen, a, ezen vagyunk, hogy ezt erősítsük. Illetve nyilván Szegednek óriási vonzerője a Szegedi Egyetem. Olyan Modellt szeretnénk, hogy a sport mellett ö, olyan játékosokat odahozni, akik ö, a tanulás részesítik előnyben. Éppen ezért ö, óriási motiváló erő lehet számukra, hogy az egyetemtől segítséget kapva a privát életükre is tudnak készülni, és mellette vízilabdezni. Uh -huh. Nem ö, egy évben tervezünk, hogy összeszedni a, a, a költségvetést és indítani a csapatot küzdünk, próbálkozunk és erőködünk ére miért nem sikerül, és akkor a szponzor gondol egyet, és a következő nap már az életünkért küzdünk. Tehát egy hosszú táv, közép hosszú távon, 3-5 éves tekintetben egy fenntartható modellt szeretnénk felépíteni. Na de azért közben az látszik, hogy olyannyira fenntartható modellt, hogy hogy már így most rögtön az indulás után azért azt célozzátok meg, hogy akár még a dobogóra oda szeretne férni a csapat. Akár Ö... még, de ott a... Nagyon fontos volt, hogy a tavalyi évbeni, tavalyi után egy olyan csapatot indítsunk, ami ezen a szinten van. Mert mm -hmm. hogyha most bekerültünk volna egy sereghajtó kategóriába, akkor biztos el, el kellett volna tenni egy 6-8 évnek, mire van úgy egy ilyen csapatra lehetünk mm -hmm. volna. Onnan mm -hmm. sokkal nehezebb volt visszajönni, mint egy esetleges kis kockázatot vállalva egy ilyen csapatot indítani. Te mit ígértél a játékosoknak, akiknek most ilyen másféleképpen leszel már vezére? Én azt ígértem, hogy a Varga Péter személyében egy fiatal ambíciózó szegedi kötődésű edzőt kapnak, akik olyan emberektől tanulta a szakmát, akik a magyar élvonalban játszottak, edzősködtek. Mindenki tudja, hogy kik voltak az elmúlt években a szegedi csapat edzői. Mellettük játszott, alattuk játszott, mellettük másod edzősködött. Tehát azt hiszem, hogy minden képesség birtokában van, hogy ezt a munkát nagyon jól elvégezze. És a saját személyemben azt tudtam ígérni, hogy része leszek ennek a szakmai munkának is, a parton is, a vízben is, segítem a, a centereket, a, segítem a fiatal játékosaimat, a játékosainkat a tapasztalatommal, múltammal, rutinommal, és remélem, hogy ebből egy olyan ö sikeres modellt tudunk felállítani, ami tényleg mindenki szeretni fog, és eredményes is lesz. Egyébként az neked az átállásban, ami nyilván furcsa volt ennyi év játék után, hogy egy egészen más feladatot fogsz ugyanennél a csapatnál ellátni, abban az segítségedre volt, hogy, hogy Varga Péterrel ilyen értelme szinkronba lettek, tehát ő is kijött a medencéből, és, és hogy egy, egy, tehát ugye egy, együtt építhetitek, együtt kezdhetitek ezt a dolgot. Nyilván ez mind a kettőnek egy új dolog. Uh -huh. Én úgy érzem, hogy a Pepe nagyon motivált, nyilván érzi a bizalmat, nagyon hálás érte, és én sem véletlen maradtam ott. Lehet, hogy sőt, biztos, hogy volna másik lehetőségem, de nyilván Szegedi volt, mi voltam, és a, az a hála, amit én érzek a vízilabda és a Szegedvárosi iránt, kötelességem volt ezt elvállalni, és tényleg nagyon, nagyon motivált és elkötelezettek vagyunk. A, Magyar Kupában, hát ott jól belehúztatok, ugye tovább jutottatok, és a negyed döntőbe egyben megkaptátok a szolnokot. Úgyhogy azon az a kérdés, hogy most mekkora ámrád innentől kezdve a sorozatban a negyedik serleg. Én azt hiszem, hogy nem kell erről beszélnünk, mert nyilván nem ez a célkitűzés. Én azt mondom, hogy talán még örülhetünk is, hogy a, a szolnok ellen játszunk. Azt gondolom, hogy a szolnoktól esetleg nem lesz szégyen kikapni, elbúcsúzni a Magyar Kupától, de a tisztes helytállása az mindenképpen elvárható. A szónok is bizonyította például a Szentes elleni bajnoki mérkőzésen, ahol a harmadik, negyedik egy-két gólos különbség volt, hogy nem lehet lebecsülni senkit. Az biztos, hogy nem feltartott kézzel megyünk be, és azt hiszem, hogy a helyünket is meg fogjuk állni. A, több olyan mérkőzés volt már ebben a bajnokságban, ami a várakozásokat olyan szempontból is igazolta, hogy nagy meglepetések is lehetnek, szoros meccsek is lehetnek, és ö, ezek szerint gondolom, hogy te is tartod azt az általános vélekedést, hogy most a világ legerősebb férfi vízilabda bajnoksága ö, sikeredett és állt össze erre a szezonra. Ez így van, talán ö, két csapat kiugrik a mezőnyből a szónok és az Eger vonatkozásában, és egy olyan ö, felső, pontosabban már közép 6-8 csapat van, amelyik bármelyik pillanatban képes egymást akár idegenben, akár hazai pályán megverni. Mi is kikaptunk kaposfáron sajnos, de azt mondom, hogy a Kaposvár az első fordulóban bizonyította, hogy az Eger ellen 8-3-at játszott, tehát azért mindenféleképpen az óvatosságra intett minket. Ennek én azt mondom, hogy sajnos csak mag, a saját hibánkból, de nem sikerült nyerni. Illetve a az Eger játszott döntetlent a felkerülő UVS-ével, egy másodperc sem dőlhet hátra az ember. Gondolhatja azt, hogy egy mérkőzésről, hogy az könnyű lesz, mert hogyha az alázat, alázat elvész, akkor az eredményjelzőn is megjelenik. Meg az is jelenik. Fog jelenni bizony, é, de hát ettől meg talán a nézők is jönni fognak majd, még nagyobb számban, hogyha ilyen jó a bajnokság a válogatott mellett is. Nyilván ez lenne a. a mi klub érdekünk is, és a vízilabda érdeke is, hogy minél több embert elcsábítani az oszadába, minél több embert leültetni a képernyő elé, mert ez fogja a, a szponzorok számára is népszerűvé tenni, ö, olyanná tenni, amiben érdemes befektetni, és ez fogja a vízilabdát előre vinni. Hát, Pop, ez sok sikert nektek, meg neked akkor az új kihíváshoz. Köszönöm szépen, hogy szépen, itt voltál. Köszönöm.